Te mentetnél meg valakinek az életét? Hogyha orvos vagy mentős, tűzoltó, esetleg természetvédő vagy állatmentő, akkor bizonyára igen. Ezek a férfiak és nők azzal a boldog tudattal hajthatják le a fejüket minden este, hogy hasznosak, hogy van értelme az életüknek. Minket többieket meg ez a sárga irítség, hogy milyen jó lehet, hogyha az embernek az életét egy ilyen magasztos cél tölti ki. De biztos, hogy csak úgy tudod megmenteni valaki életét, hogyha szívmasztás adsz neki? Amit a kezemben tartok, az egy e-mail, amit egy Jákob nevű kisfiú apukája küldött nekem. 2015. augusztus 10-én. Jákobról annyit kell tudni, hogy teljesen egészségesen született. Olyan 3 hónapos korában a szülei élettelenül találták a kiságyban. Sikerült nekik újraéleszteni, de sajnos agykárosodást szenvedett. Amikor az édesapja megtalálta a weboldalamat és felvette velem a kapcsolatot, Jákob 9 éves volt, és a mája annyira rossz állapotban volt, hogy attól kellett tartani, hogy bármikor felmondhatja a szolgálatot. Ennek az volt az oka, hogy epilepszia ellen egy olyan durva gyógyszert kellett szednie, ami ennyire károsította a májat. És innentől nehéz folytatni ezt a történetet, mert a hatályos jogszabályok tiltják, hogy táplálékkiegészítőnek gyógyító hatást mondjon valaki. Ezért csak annyit mondok, hogy 4 hónappal később kontrollra kellett menni Jákobbal a kórházba, és a máj értékei 50%-kal javultak. És ezt írta meg nekem az apja ebben a levélben, és még azt, hogy amíg él, nem tudja megköszönni, hogy megmentettem a fiának az életét. Én igazából csak videókat töltöttem fel a netre, meg blogbejegyzéseket írtam, nem tudom, mi köze van ennek az életmentéshez. De ahányszor ez a történet eszembe jut, mindig meghatódom, és nem mindig tudom könnyek nélkül elmesélni. Ugyanúgy nagyon jó érzéssel tölt el nekem azok a visszajelzések is, amikor a magas vérnyomásos át tudja aludni az éjszakát, a pollenallergiás nem tüsszögi végig a nyarat, és a migrénesnek elmúlnak a fejgörcsei. Természetesen az, hogy ezeknél az embereknél az életminőség javulása és a ganoderma fogyasztása pont egybeesik, az csak véletlen. Véletlen, de nem ritka. Látod, nem csak azzal tudod megmenteni egy ember életét, ha kivonszolod egy égőházból. Nem kell szuperhősnek lenni ahhoz, hogy az ember nagy dolgokat tegyen. Azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy időnként egy kicsit hősnek, fontosnak érezhesse magát. És ehhez néha egészen apró dolgokat kell megtenni csak. Ha nem akarsz lemaradni a következő videómból, akkor lájkold a Facebook oldalamat, és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Ha van egy kérdésed, amire választ szeretnél kapni, akkor írd meg kommentben. Tarts velem, és mentsünk meg együtt sok embert!